A 2020-21-es fűtési idény derekán már túl vagyunk. Az elmúlt időszakban biztonságosan működött a távfűtési rendszer, köszönhetően a folyamatos felújítási és rendszer szintű karbantartási munkálatoknak. Jó László, a Nyírtávő Kft. ügyvezető igazgatója televíziónknak elmondta, az elmúlt tíz évben nagyon nagy volumenben végezték el ezeket a feladatokat, pályázati és saját forrásból egyaránt, és ennek köszönhetően nem történt olyan meghibásodás, amelyik lakótelep szintű vagy több napig tartó fennakadást okozott volna. A fűtési idény tapasztalataiból merítve pedig már készen van egy karbantartási terv 2021-re, mely szerint a rendszerben újabb felújításokat fognak végezni. Ez az egész rendszer szintjén körülbelül egy 250 millió forintot fog jelenteni. Pályázunk két forrásra, és az egyik egy épületenergetikai rekonstrukció, amelyeknek már a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Ez öt épületet jelent, ahol korszerűsítés lesz, falak szigetelése, napelem kerül a tetőre. Ezek a hőközpontjaink a város számos helyén majd meg megláthatóak. Ezt valamikor már tavasszal tervezünk indítani. Ezeken túl egy KEHOP, vagyis Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programra is pályázni fog a társaság, amely mintegy 300 millió forint értékben jelent majd forrást távfűtési vezetékfelújításra és hőközpont építésére, tette hozzá Jó László, a Nyírtávhő Kft. ügyvezető igazgatója. Ezen kívül a legfontosabb feladatunk az idén a saját erőforrással a használati mérő, a melegvízmérők lejárt használati melegvízmérők cseréje. A Nyíregyházán a távfő tulajdonában vannak használati melegvízmérők, körülbelül 18 ezer használati melegvízmérő van a lakosainknál, és ezeknek körülbelül a fele az 2013-as beépítésű, a másik 2014, hiszen akkor indítottuk az okos mérés elejét, akkor az okos mérés indítása. Ezek a mérőknek a hitelesítése lejárt, 8 év ugye a hitelesítés időszak, és ezért nekünk ez egy hatalmas feladat lesz, ugye, hogy ezeket kicseréljük. Az igazgató hozzátette, saját erőforrásból végzik majd ezt a feladatot, a járványhelyzet alakulásától függően pedig az év második felében szeretnének a végére érni a lejárt hitelességű mérők cseréjének.